Köszöntöm Sebestyén Aba színművészt vagy rendezőt, majd erre rátérünk, hogy melyik minőségében érzi jobban magát. És kezdjük a tegnapi előadáson. Elmentem tegnap előadásra, és hát nagyon jó impressziókkal távoztam. A tartalmát illetően tennék fel egy néhány kérdést, de még azelőtt megkérdezném, hogy miért Jorik, vagy Jorik. Ez eszmefuttatás egy koponya körül, vagy ne összögdössünk, mert mindjárt oda jutunk, vagy pedig gyermekkori emlékek, ahogy Hamletnél felidézi ő ezeket. Ezt mondanak két szót arról, hogy ezt miért választotta ezt? Hogy nem. Annál is inkább, hogy nagyon aktuális a kérdés is, hiszen pontosan 20 éve, hogy Jorik kulturális egyesületet, a Jorik stúdió ugye jogi hátterét megteremtettük, beírattam, és jövőre lesz 20 éve, hogy az első produkció megszületett. Hogy miért Jorik stúdió? I.S. Kinga volt a vészi beszéd tanárom, és egyszer csak hozott egy verset. Tudta, én nagyon szeretem a bohócokat, tehát a bohócokkal foglalkozni. Hirtelen most nem jut eszembe a szerző, bármennyire szégyellem. Jorik, szegény Jorik síralmai. De nem opera volt. Nem, mert az verse. Volt, és megtanultam, tehát egy másfajta perspektívába helyezi, tehát a Jorik mesél Hamletnek, és nem Hamlet a Jorik koponyájának, és nagyon megtetszett a vers, olyannyira, hogy harmadév végén, illetve negyedéven az egyéni műsoromat, akkoriban még ilyen kötelező volt egyéni műsort csinálni, és Ingával dolgoztunk, tehát Shakespeare monológokból csináltam egy Jorik előadást. Jorikként szólaltattam meg Shakespeare híres monológiait, ugyanígy a híres Hamlet lenni, vagy nem lenni, vagy, és szonettekből, tehát csináltam egy ilyen egyéni műsort, ami nagyon jó munka volt, és hát egy nagyon kellemes, jó élménnyel maradtam. És azóta is, tehát ez a bohócokkal való foglalkozás végig kísérte a pályámat. Úgyhogy mikor úgy döntöttem, hogy saját kis színházat, egy kísérleti műhelyt alapítok, akkor nem volt kérdés, hogy mi lesz a neve. Ezért Jorik stúdió, és nyilván azért, hogy ez egy koponya, tehát hogy ezt a koponyát igazi, tartalmas színházi kísérlettel, kultúrával töltsük meg. Volt egy kicsit, most már ezt elmondta, ezt a névadási manővert, de tudja, honnan idézek, a Reedy Bajazzo, ugye, hogy neves csak Bajazzo. Igen, igen. A tegnapi előadásban valami hasonlót is érezte, de megkérdezném, hogyha egy keveset lehetne életrajzi területre, és ezt ugye Brassóban született, ha nem tévedek. Pont a városban, vagy valahol? A városban, tehát a szüleim egyszerű munkásemberekként dolgoztak Brassóban. Hát ott születtem. Igen, de mennyi volt az, ennek a darabnak az egyik központi mondani valója az, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mik érték például az ifjúságot 90 előtt, és volt ebben része, mert 15-16 éves lehetett, amikor vége lett ennek az egész szekuritátés dolognak. Igen. Hát mondjuk el, tehát a Lázadni veletek akartam előadásról van szó, amit Bódi Attila írt, és annak Bódi Attila regényéből Barabás Olga alkalmazta színpadra, jó magam rendeztem. Hát rendkívül mélyen és erősen érintett az első 13 év, amit Brassóban töltöttem. 13 éves koromban, 87-ben költöztünk a Köpecre, édesapám Köpeci, és akkor ugye a régi rendszerből az utolsó két évet, 81-88, 89-et, 3-at, azt már falusi környezetben éltem, de hát az a rezsim, az a fajta mentalitás, az a hangulat, hát mély nyomokat hagyott az emberben, főleg ugye magyarként felnőni egy többségi, enyhén szól egy többségi romállakta városban, azért az kemény volt, és hát tapasztalatokkal teli
Hát élénkelnek, emlékszem mindenféle dologra, a diszkriminációra, a bozborozásra, a szüleim félelmére, hogy ha véletlenül olyan viccet mesélünk otthon, ami a politikumot vagy a rezsimet kezdi ki, hogy változott meg az arcuk, hogy takarták le a telefont, hogy szittak meg, hogy adtak tanácsot. Tehát a Ceausescu fogadására, látogatására való iskolásként való kiterelés, hogy milyen stresszel járt az a tanároknak, számunkra is, mellettem ájultak el osztálytársaim, tehát hogy ez nagyon-nagyon mély nyomot hagy az emberben, a gyerekben. Akkor is, hogyha fiatal, természetesen. És hát azt a fajta túlélő ösztönt, azt nagyon korán be kellett kapcsolni. Igen, ez különösen foglalkoztatja ez a dolog, amennyit még a tevékenységéből tudok, erősen célba vette a kibeszélés problémáját, román-magyar kérdésbe, esetleg más szekuritátés problémákban is. Többekkel beszéltem erről, és úgy az volt az érzésem, hogy aki átment ezen, annak az kavarja fel a lelkét, hogy úgy feledésbe merül az egész. Még azok is, akik élezett helyzetben voltak, önnek is lehettek ilyen tapasztalatai, azok is az idővel, akkor az első 10 évben nagyon harcosan szembefordultak ezzel aktívan. És aztán úgy halványodik az egész dolog, és egyre megbocsátóbb lesz. Pont az lesz, amire számítottak azok, akik részt vettek, és haszonélvezői voltak ennek a terrornak. Ezek erre számítanak. Mi szükséges ahhoz, hogy itten ki lehessen beszélni ezeket? Nem tudom, az igény erre. Jó magam, hála Istennek, nem voltam ilyen helyzetben hozva. Tehát nem próbáltak beszervezni, de utólag közvetlen környezetemből tudtam meg történeteket. Lehet, hogy szerencsés is voltam, hiszen keményen sportoltam, magyarul jó focistának számítottam az iskolában is, a környezetemben, és ezért mondjuk a román környezetből elég hamar megtaláltam a közös hangot az emberekkel, tehát nem volt ilyen problémám. A bátyám meg öcsém kevésbé, gyakran én vettem a szárnyaim alá őket, ha éppen konfliktusba keveredtek a románokkal. Tehát ez a fajta harc a román gyerekekkel ment, és nem csak román tanárokkal, környezettel, akár szomszédokkal is. De valahogy a sport által kivívtam egy olyan tiszteletet, hogy valahogy másképp bántak velem. A kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy hogy lehet ezt megbeszélés tárgyává tenni. Nem ért velem egyet abban, hogy ehhez egy művelt hallgatóság kell, aki ismeri a saját történelmét, ismeri azt, hogy mik a másik félnek az értékei, és nem egy, hogy is mondjam, egy ösztönös ellenkezés leszúr rá rajta mindenféle ilyen problémában, oda-vissza, bármelyik oldalról. És hogy lehet ezt az érzékenységet, vagy művelt hallgatóságot, ha tetszik, közönséget megteremteni? Hiszen ellene rengetegen dolgoznak, és rengetegnek érdek fűződik ahhoz, hogy ez ne legyen meg. Hát a politikus nyilván nem akarja, hogy egy művelt közönség előtt szerepeljen, mert rögtön a kártyáiba látnak. És így tovább. Valóban, tehát ideális helyzetben az a jó, hogyha a színház csináló legyen, az rendező vagy színész, vagy színházteremtő, egy művelt közönségnek csinál színházat, tehát ez nincs. Tehát ez talán egy utópia, de nem is kell legyen, azt gondolom, nem előfeltétele annak, hogy egy óvatosan mondom üzenet, nem szeretem, hogyha üzenetet fogalmaz a színház, tehát egy gondolat, egy szándék, nevezzük így, eljut a nézőhöz. Pontosan ez a legnagyobb kihívás a színház csinálónak, rendezőnek elsősorban, és azon keresztül, ugye az előadókon keresztül, a színészeken keresztül, tehát hogy zsigerileg szólítani meg a nézőt,
tehát gyomron keresztül hasson, azon nem előfeltétel az, hogy művelt közönség legyen. Fontos számunkra az, hogy abból a premisszából kiindulni, hogy a közönség nem hülye. Valós, igazi érzelmei, félelmei, felismerései, gyanakvásai vannak, és azt gondolom, hogy ha jól nyúlunk egy témához, helyesen érintjük meg azt a rejtett gócot, pontot, ismétlen valahol irracionálisan a gyomrán keresztül, akkor ő eljut a felismerésig, és akár eljut odáig, hogy elmutatjuk róla, hogy igen, ez egy intelligens néző. Itt most három úgy jutott eszembe, a gyomrán keresztül, a szívén keresztül, igen, vagy az agyán keresztül. Igen, de azt gondolom, hogy elsősorban ha főleg az agyát célozzuk meg a néző, ez nem érjük el azt a célt. Talán nem biztos, hogy igazam van. Talán az az erős, hogyha valamilyen megmagyarázhatatlan felismerés születik az érzelmeink keresztül, a lelkén keresztül, a szívén keresztül, gyomrán keresztül, ami eljut az agyba is, és felismerést okoz. Talán ez a jó színház, vagy ez a jó színház, most beszéljünk erről, ami ezt a felismerést el tudja érni egy egyszerű nézőben, aki beül, nem is tudja, mire ül be, és egyszer csak hátradől, és elindul a saját filmje, elindul a saját felismerése egy történet kapcsán, vagy egy érzés kapcsán, amit fentről, vagy mellőle, vagy honnan a színpadról az előadók megfelelő mélységgel és fontossággal kommunikálnak. A görög dráma receptje, amit elmondott, fel kell kavarni. Nincs újdonság. Részt kell vétetni vele, ugye, és aztán a végén úgy távozik, amit katarzisnak neveznek, igen, hogy kapott valamit, és ezt átélte, és akkor... És ez igazi érzelmi a implikálódás nélkül nem történik meg a ráción, csak a ráción keresztül. Igen. Tehát amennyire ismerem a tevékenységét, ez nagyon foglalkoztatja, és az, hogy lázadni, ugye ez... Ennek egyébként volt egy ilyen kérdőjele ennek az előadásnak. Érdemes volt, vagy nem volt érdemes? A végén pontos kérdést is feltesznek ottan, hogy na látod, most már döntsd el, érdemes volt az egész, vagy nem? Megalkuszunk, vagy nem? Nemrég olvastam egy Székely János verset, amiben elmondja, hogy az az egy szó kell, az az egyet, amit már végre mondjunk ki, az, hogy nem. Hát tudom, hogy nem lehet eldönteni ezt, és mi ketten se tudjuk eldönteni azt, hogy melyik lett volna, vagy milyen. Az elébb azt mondta, hogy szerencse dolga is az, hogy valakit beszippantottak, vagy nem szippantottak. Milyen egyet értek ezzel, valóban szerencse dolga is. Nekem is szerencsém volt, hogy úgy mondjam, némi ravasság volt párosulva, ugye, hogy ezt megúszta, de a darabnak a kicsengése az nyilván nem ad választ, csak felteszi a kérdést, hogy érdemes volt, nem volt érdemes lázadni, meg kellett volna alkudni, mik a következményei, most hogy látod 30 év múlva, és így tovább. Persze azt mondják, és én is így gondolom, hogy talán az a jó színház, ami nem ad egy értelmű választ. Itt a szereplők is vacilálnak, tehát ez egy gyötrelemből születik meg az a mondat is, hogy nem volt értelme és nem volt érdemes, hiszen a mikrokörnyezetükre lefordítva rengeteg szenvedést okoztak embertársaiknak, közvetlen környezetüknek és maguknak is. De viszont az ember ezzel felülemelkedik, igenis, azt gondoljuk, vagy azt gondolom, és talán arra a következtetésre is lehet jutni, hogy csak is a lázadók viszik előre a világot. Csak is kockázat és áldozatvállalás által jutunk egyből kettőbe, A-ból B-be. És hát ne felejtsük el, a darab végig is úgy végződik az előadás, hogy befejezzük. Menjünk fel és írjuk fel azt a szlogent. Másszuk meg, és menjünk szembe a hatalommal, mert ez az egyetlen megoldás, hogy az ember magához hű, tehát magával azonos legyen.
Menjünk szembe a hatalommal, többször hallottam ezt kollégái és más irodalmárok szájából, hogy a művészetnek, legyen az bármelyik ága, annak ellenzékinek kell lenni. Bármilyen hatalomról legyen szó, ami nekünk most szimpatikus vagy nem, de a lényeg az, hogy ellenzéki legyen. Valószínűleg, hogy van ebbe igazság, de akkor kimaradt belőle Goethe, kimaradt belőle Herceg Ferenc, kimaradt Richard Strauss, sok festő, hányat mondjak el, Palestrina a zenészeknél, és így tovább, Haydn. És hogyha a másik oldalt veszem, fel tudom sorolni ott is Beethovent, vagy Domiét, vagy most már próbálom vegyíteni a művészeti kategóriákat, és rengeteg ilyet tudnék felsorolni, Petőfitől, Kányádi, hát és így tovább. Van itt valamilyen mondani valója? Igen, igen. Talán nem tudom, milyen környezetben hangzott el ez, hogy ellenzéki. Alapvetően ezzel egyet lehet érteni, de lehet, hogy csak sarkítás. Én annyit fogalmazik át rajta, vagy fogalmaznék másképp talán, hogy nem, hogy művészetnek, színház csinálnak, kérdéseket kell feltenni, jó kérdéseket kell feltenni. Csak a jó kérdésekből születik meg újítás. A kétkedőnek kell lenni, kételkedőnek kell lenni, szkeptikusnak kell lenni, és talán önmarcangolónak kell lenni, és talán csak így lehet megújulni, így lehet új utakra tévedni jó esetben. Lehet, hogy ez egyenlő az ellenzékiséggel, nem biztos, nem tennék egyenlőjelt. Mert az, hogy a művészetnek, színházak ellenzékinek kell lenni, ez így nem igaz. Gondolom én, lehet, hogy nekem sincs igazam. De én maradnék annál, hogy jó kérdéseket kell feltenni. Kételkedni kell önmagunkban, kételkedni kell embertársainkban, vezetőinkben, a mindenkori hatalomban. Akkor tudunk ismétlen magunkhoz hűen cselekedni. A kételkedést tartja fent, vagy inkább a megismerési kényszert, a felderítési? Megismerési kényszert, amiben kételkedés van. Igen. Tehát az abból jön, hogy vajon jól cselekedtem, vajon jól gondolom? Gondoljuk még egyszer újra. Nézzük meg innen is, onnan is. Igen, talán jó. Ez a fele a kételkedésnek, helyzet, a másik egy kicsit túlzás is. Folyamatosan ebben kell élni, és hát ugye a színház a pillanatművészet, és hogyha ezt elhanyagoljuk, ha ezt nem vesszük figyelembe, vagy el vagyunk magunktól, vagy a megszokott bejáratott utakat járjuk újra meg újra, akkor a színház csinálás lényegéről feledkezünk meg. Ehhez kell a kételkedés. Picit nem zavarja az, hogy a mai mondjuk helyi vagy közép-európai színházi alkotást, a repertoárt beszűkíti egy kicsit az, hogy nem lehet hivatkozni benne egy szóval, például ugye ott van a görög-római mitológiai teljes széra. Abból állandó idézetek vannak a klasszikus irodalomban, de ha ma azt mondja valaki egy monológban, hogy psziché például, akkor lehet, hogy egy szépségápolási szerre gondolnak, vagy legjobb esetben egy betegség, nem az már közelebb van. És a nagy történelmi eseményekre hiába hivatkozik, berlini kongresszus, vagy jáltai, vagy ilyesmi, vagy akár a helyi nagyságoknak, vagy a helyi történelemnek a felidézése, hogyha lokális érdekeltségű dologról van szó. Ezekre egyszerűen nem lehet hivatkozni, mert nem ver visszhangot a közönségbe. Az irodalomból kimaradna Berzsenyi, kimaradna a világirodalomból Hölderlin, vagy ezek, akik állandóan erre hivatkoznak, és a metaforáik erre épülnek. Nem zavarja az, hogy ezt ki kell hagyni, mert nem lehet. Értem a logikát, hogy visszhangot kell verni, és olyan kérdést kell feltenni, és ez a mondjuk egy fontos kritérium, amit megemlített, de ez egy korlát.
Vajon korlát, hogy az ember kételkedik és kérdéseket... Nem az, hogy nem hivatkozhat semmiféle olyan dologra, ami egy általános műveltségű emberben benne van, és rögtön kapcsol arra, hogy ezt miért mondta ez a szövegben a színész. Nem tudom, talán konkrét műről is érdemes lenne beszélni, vagy előadásról. Azt gondolom, hogy ha jól értettem a kérdést, hogy az alapvető európai, vagy mondjuk ki keresztény értékrendszer, az nagyon fontos, tehát erre hivatkozni az azért fontos dolog a kortárs művekben is, és előadó művészetben. Ennélkül azt hiszem, hogy picit csak levegőben vagyunk, vagy üresben keresgélünk. Hogyha ezt az alapvető örökölt, teremtett értékrendet nem vesszük figyelembe, akkor talán a kételkedés is, és a kérdésfelvetés is egy lárpurlárt tud lenni, tehát hogy csak egy üres köröket járunk, azt gondolom, hogy nincs egy fontos viszonyítási alap, amihez mi tartjuk magunkat. Konkrét példát kért, hát akár. Herceg Ferenc Bizánc. Ahhoz, hogy ez színre kerüljön, és a benne levő szereplőket már a búvó jellemüket fel tudjuk tételezni, mert ismerjük, hogy ott mi történt. Az, hogy mit mondanak, tudjuk, hogy mi van a háta megett a gondolataiknak, hogy hipokrézis, vagy nem az, amit mond, hipokrézia, vagy őszintesség. Azért, mert ismerjük a milliót, hogy ez hol történik, ismerjük körülbelül a szereplőket, tehát hiába, mert nem ismerik. Egyszerűen kiesik a tudatukból az a fajta műveltség, amiről beszélt, hogy az a történelmi, műveltségi, irodalmi, színházi háttér, amit nem tudom hány száz év alatt például Európában megvalósítottunk, hogyha ez nincs benne, akkor a kérdésfeltevések egy kicsit a levegőbe sülnek el. Valóban én is így gondolom, de hogy hozhatunk egy közismerte példát is, tehát maga a Biblia. Tehát kell ismerni az írást, kell ismerni az Ószövetséget, kell az Újszövetséget, tehát minden fontos mű talán érinti, vagy hivatkozik, történeteket dolgoz fel, kisebb vagy nagyobb történeteket átír, feldolgoz, tehát hogy egy folyamatos hivatkozás referencia a Biblia, és a bibliai történetek. Így akkor az az érzésem, hogy meg kell alkudni egy bizonyos, mondjuk egy szerzőnek azzal, hogy mik a sikernek a titkai. Durva gegek, szex, olyan pongyola megfogalmazások, amik színpadra csak akkor valók, hogyha egy olyan szereplő merül fel ott, akinek a szájából ez jól áll. Hát rengeteg mindent tudnék itt nem mondani. A gegek is beleférnek, akár szexi jelenet is, vagy mondjuk ki, hogyha az ízléssel és indokoltan van a helyzetben hozva. Rendben van, de... Ha önmagáért van, csak a hatáskeltés kedvéért van egy jelenetbe, vagy egy helyzetbe beleerőltetve, akkor nincs mit ott keressen. De igenis hiszem azt, hogy bármi lehetséges, tehát bármit meg lehet teremteni színpadon. Csak le legyen igazolva, ne önmagáé legyen, hanem szerves része legyen. Az egésznek. Akkor mit szól ahhoz, hogy ezekben a, hogy is mondjam, a maivá tételében azoknak a klasszikus daraboknak kötelező egy vaságy valahol, kötelező egy egyenruha legalább valami jelvénnyel. Boldizsály sok kortárs színházat nézett, akkor igen, hogy így látja, lehet hogy túlságosan visszaköszönnek ezek az eszközök. De szervetlenül, tehát nincs, miért tegyek bele egy klasszikus
vagy mit tudom én, Szofoklész műbe SS egyenruhákat. Miért legyen az, hogy Lohengrin bejön ugyan a hattyúval, de utána nem életet él vele. Meg olyan, de ezek az olcsó, azt gondolom, olcsó hatás vadászeszközök, amit egyrészt nem tudom, talán nem bíznak eléggé a műben, és nagy probléma. Tehát itt fontos. Mit ír a szerző? Mit képvisel a zene? Milyen a zene? Mit akarok én kezdeni ezzel, mint rendező, vagy mint előadó művész ezzel a történettel? Ha valami teljesen olyan takarok, ami semmi köze a szöveghez, akkor minek a szöveg? Itt nagyon fontos a szöveg tisztelete. Mit mond a szöveg? Hát, tehát az a kutya kötelessége rendezőnek, a művésznek elsősorban azt, hogy a szerző mit is akart. És ismétlen bármi belefér, ha hű vagyok a szerzőhöz. Ha hű vagyok ahhoz, amit a szerző oda leírt, és aszerint hozzáadom az én világomat, gazdagabbá teszem, közelebb viszem a nézőhöz, eljuttatom hozzá a történetet. És ismétlen, ebben a mesztelenség is belefér, miért ne férhetne hát bele? Hogyne? Bármi, hogyha nem önmagáért van. Most az jut eszembe, hogy az első egyik debütálásom a Nádas Péter találkozás című darabja. Zseniális a darab. Marosvásárhelyén, hát majdnem 15-20 percen keresztül mesztelen voltam a nézők előtt, Farkas Ibolya, akkori partnerem, végig mosta a testem. Mert, de azt gondolom, annak volt értelm, volt egy szerves része volt annak az előadás résznek, és nyilván a szerző is beleírta, ha jól emlékszem pontosan, hogy ott van egy szakrális mosdatás. Igen, tehát emlékszem, bele tud férni nagyon sok minden, de hát ha önmagáért van, akkor persze, hogy visszatetszés. Ki dönti el azt, hogy önmagában van, vagy önmagáért van, vagy nincs? A rendező? Ő fogja eldönteni? Vagy ki? Hát az ő ízlésébe belefér. Sőt, még egy kis engedményt is tesz a közönség szempontjából. Ugye miért ne férje bele valami olyan jelenet, ami az ifjúságnak imponál, mert ugyanazt látja, nem tudom, a telefonján, vagy e féle. Azt eldönteni, hogy hol van ennek a szerves idomulása a szerző szándékához, az egy nehéz dolog. Most fel kell idéznem egy beszélgetésemet, nemrég volt Tompa Gáborral, ugyanezt megkérdeztem tőle. Egy kicsit megkerülte ugyan a dolgot, de mondott egy nagyon fontos szóval megjelenített egy olyan esetet, amit ő rendezett, és rájött arra, hogy a Velencei Kolmár és a Wall Street, ugye az a kereskedelmi óriási központ, ugye tudja, ott az amerikai, ez valahol klappol egymással, és valahol találkoznak a háttéri, a gondolatok is, meg még az eszközök is. És akkor ezt a kettőt kombinálta. Tehát a szerzőnek egybeesik a szándékával az, hogy ezt ilyenfajta módon értelmezze valaki, akkor mélységesen egyetértek azzal, amit mondott. De láttam a Così fan tutte Mozart operát a Bolondok házába bevinni, kísérteties zöld szemüveges fehérköpenyes orvosok futkároztak les fel. Láttam egy olyan klasszikus vagy reneszánsz olasz darabot, ahol elejtől végig nagy csoportok futottak fel lépcsőn, futottak le lépcsőn, döngették a rossz színpadi ugye, felszerelést, és nem történt semmi egyéb. Halványan sem volt benne a szerzőnek a szándéka. Eszembe jut egy ilyen egy ilyen ingerlékeny szerző, mint Wagner. Ha látta volna azt ő, hogy mit csinálnak az operájából bizonyos opera rendezők, akkor valószínűleg akkor még volt párbaj, vagy nem tudom, valamit csinált volna, mert nem tűrte volna. Tehát teljesen egyetértek, ha szerves, aláhúzza a mondani valót, ha nem is húzza alá, de legalább illeszkedik párhuzamos vele, tehát valami köze van hozzá, oké, nagyon jó.
Persze, hogy a mesztelenség belefér. Persze, hogy a durvaság is belefér. Csak ott kell legyen a helye, és nem azért van, hogy 3 másodperces sikere legyen a esemény. Ezt én is így látom, így gondolom, és hát nem tudom, hogy kik döntik el, ugye itt szóba hozhatjuk a kritikát, hogy mondjuk a jó minőségű színház, opera kritikának, hogy ilyenkor azért nagyon-nagyon fontos, hogy manapság hányadán állunk ezzel, hogy kik formálják a közízlést, azért... Nézze, a kritikáról, én nem tudom, a színházi kritika az, hogy van. Én a saját mesterségemben azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy hozzászóljon valaki, akár egy interpretációhoz, akár egy mű megítéléséhez, szerzői értelemben, ehhez érteni kell hozzá. Nem mondom, hogy át kell mennie a tapasztalatokon, de legalább olyan mérvű tudást kell magába felhalmoznia, hogy összehasonlításokat tudjon tenni, be tudjon hatolni a műhely titkokba, ami rosszával jóvá teszi azt az egész dolgot, de hát ettől nagyon messze vagyunk. És akkor inkább minden jó, nagyon szép volt, XY lépett fel, és kész, ennyi a kritika. Láttam azért jókat, nem akarok itt egy általános véleményt mondani. Sőt, nagyon jókat is láttam. Csak azok vannak kisebbségben. Mindenképp a rendező felelős azért, hogy végülis a látványban, hangzásban, tartalomban, játékban hogy prezentálódik, hogy mutatkozik meg egy előadás. És nyilván, hogy elég sok mindent megengedhet magának. Tehát, hogyha nincs egy egészséges önkontroll, vagy nem tudom, egy erős koncepció, ismétlem a szöveghez hűen, és abból kiindulva, akkor elcsúszhatnak a dolgok. És amit én látok egyébként, hogy vannak rendezők, akik érdekesek akarnak lenni, akik bizonyos trendeket próbálnak és akarnak követni. Látnak nagy, zseniális mestereket, mint mondjam, Black Purkerétét, vagy Ostermeier, vagy Castellucci-t. Kiragadnak egy-egy jelenetet, vagy megtetszik valami belőle, ahol ott szervesen, és nagyon logikusan, és fantáziával teli Bob Wilson. Elgondolt és megkreált jelenet van, megoldás, akár nagyon merész megoldásokat, megoldások kerülnek színpadra. Játékban, világításban, megoldásokban. És ahol ezt a hatást látják csak, és nincs elég mondjuk ki tehetségük ahhoz, hogy egy szöveg kapcsán elmélyüljenek, önmagukon átszűrve megoldják a saját megoldásaikat, hanem csak érdekesek akarnak lenni, és innen-onnan idéznek, vagy ellopnak, vagy hasonlóan oldanak meg dolgokat. Én azt gondolom, ilyenkor lóg ki a lólát. Ilyenkor van az, hogy valóban történik egy olyan fajta nemi aktus a színpadon, aminek nincs helye. Egy állat és egy ember között teszem azt, hogy Boldizsár említette. Ezek olyanok, hogy visszatetszés keltenek, hogy ez mi az? Egy másik néző talán ez lehet egy magyarázat, lehet, hogy nekem sincs igazam. Egy másik néző rétegben pedig nagy sikert alatnak. Legalább 5 másodpercig. 5 másodpercig, mert lehet, hogy nem sikerült neki sem idáig jutott ő az elmélyülésben. Ó, nagy felelősség azért színházzal foglalkozni, meg egyáltalán művészetet teremteni, és most is, hogy érzem, hogy mondom, hogy mert nincs recept, és ítélkezni nem lehet. Én is csak ezeket érzékelem talán, ha rossz előadást látok, és ugyanazt érzem, amit mond Boldizsár, hogy ezt most minek? Csak azért, hogy azért a 5-10-20 másodpercért, vagy néhány percért, és közben nem látom az elejét, a végét is, egy értelmes gondolat nincs benne, nem érint meg. Igen, hát most érintett viszont egy olyan dolgot, hogy muszáj rá kérdezzek. Ugye tegnap színészi minőségében láttam, és tudom, hogy sokat rendez.
Most a színész segíti a rendezőt, a rendező segíti a színészt, egymást kiegészítik. Mindenféle választ el tudok képzelni, de a gyakorlatban ez pontosan Sebestyén Avvánál, hogy néz ki. Jó az, hogyha átment egy csomó feleselésen a színészek részéről, duzzogás, vagy rajongás, vagy szóval, vagy jó az fordítva, hogyha... Na, nem szaporítom a szót, tudja, miért mit akarok. Hogy dolgozom a színésszel, hogy én a játékra appellálok, és hát agyon koptatott idézet, de hát csak ezt tudom mondani, amit Peter Brook, hogy a színház játék, a játékhoz sok munka kell, amikor ez a munka játék élményét adja, ezt nevezzük színháznak. Én a próbán is ezt szeretem, amikor színészként dolgozom, és velem így bánik a rendező, hogy játékosan a legnagyobb drámai helyzetet is a játék által, hiszen a játékosság a laza, nyitott szellem és lélek teremte meg azt, hogy kreatív, igazán kreatív legyen, igazán ellazuljon. Ismétlem, nem csak arról, hogy mondjuk egy komédiát, vagy egy komikus helyzetet, hogy old meg az ember lazán, hanem a legdrámaibb a feladatokhoz is ez a fajta játékosság és szabad szellem szükséges. Én próbálok mindig jó hangulatot igazi partneri viszonyt teremteni a színészekkel. És ez nagyon fontos, hogy ők igazi játszótársak. És én is így szeretem, hogy így vagyok kezelve színészként. És a rendező nem így kezeli, mint színészt? Az a tapasztalatom szerint konfliktusokat és frusztrációkat eredményez. Ki lehet gyalogolni, ki lehet taposni a színészből, talán így is. De, és igen, voltak ilyen rendezőiskolák, ahol meg kell taposni, szét kell szedni a színészt, aztán újra gyűrjük a mi képünkre, és ez egy hamis. Nagyon tiltakozom ezzel, mert éreztem a saját bőrömön. Nem, tilos. Igen. Nem. Tehát a lelkileg megnyomorodott embereket, és ismerünk ilyeneket, és ismerek ilyeneket, ahogy egy gyengédebb, egy lélek bele tud törni egy ilyen rendezői aktusba, hogy így mondja. Nem szabad. Visszatérek a magam mesterségéhez. Remélem, válaszoltam. Jó. Köszönöm. Tehát egy karmester lehet egy vasfegyelmet tartó, és csak az történik, amit én akarok, és nagyon jó dolog jön ki belőle. Egy másik karmester azt mondja, na játszatok, ereszt, lássuk, hogy mire vagytok képesek, és nagyon jó dolog jön ki belőle. És egy harmadik típus, amelyik engedi a lovat szaladni, és csak itt-ott egy kicsikét, na most erre a kantárt, arra a kantárt, és akkor is egy nagyon jó dolog jön ki belőle. Vagy pedig egy nagyon rossz. Hát itt valóban egy alkotási folyamatról van szó, tehetség és alkotási, és megértés talán, szeretet is, meg e féle. Szeretet, itt egy nagyon fontos dolgot mondod. Igen, szeret. Igen. És ezben abban a kölcsönös bizalom, és itt fontos, hogy igen, mit akar kihozni a karmester, a rendező. Van egy személyes olvasata. Mit gondol arról a műről? És ebben, hogyha ha igazi partnerként kezeli, és kreatív partnerként kezeli, és szólítja meg a színészt, csodák születhetnek. Ragaszkodva ahhoz az olvasathoz, amit csak ő lát. És igen, ebben vannak viták is, vannak kreatív viták. De én hiszek ebben így lehet, és hát mondjuk itt a színész és rendező viszony, de hát, hogy ehhez nagyon hozzátesz nagyon sok mindent a látványtervező. A light design, a hangzás mondjuk egy előadásnál, hogy egy élő zene mennyit hozzá tud adni. Nagyon sokat számomra, ez nagyon fontos, számomra az alkotótársaim nagyon fontosak mindenes előadás kapcsán, hogy ők mit gondolnak arról, amit én gondolom, és egyáltalán a szövegről. Említette ezt a román-magyar viszonyt, ahol sokszor belenyúlt a témába, és szívügye, hogy valamilyen fajta kibeszélés legyen, vagy valamilyen fajta hozzájárulás a színház részéről, ha bár az az ifjúság, aki a jövő,
és eljön a darabjait megnézni, az annak az ifjúságnak, amelyik körbevesz minket, 5%-a, 6%-a, talán lehet egy olyan kisugárzást elérni, hogy ők majd továbbadják láncreakcióképpen. Legyünk optimisták. Én az vagyok, egyébként tényleg a lázadni veletek akartam előadás kapcsán hihetetlen felismerés volt, és öröm az, hogy ennyi fiatal kamasz érti. Megvallom, annak idején, mikor megcsináltuk az előadást, és tudtam, hogy az én generációmnak, az idősebbeknek nagyon érdekes és nagyon erős időutazás lesz. De azt, hogy kamaszoknak ilyen erős hatással lesz rájuk. Miből igazoltad? Nagyon sokan, gyerekek, diákok, tanárok, ugye szerencsések vagy, a budapesti Radnóti Színház befogadta az előadást, ott is nagy osztályok jönnek el, tanárok keresnek meg, írnak utána, mennyire fontos, továbbadják. Tavaly itt az iskola másként program keretében belül, nem tudom hány iskola jött, két hatalmas teltház előtt játszottunk előadást, és a mai hihetetlen, felgyorsult, információ gazdag világban, ahol a telefon mindig elő kell kerülni a gyermek kezébe, alig láttunk, tehát nem figyeltek. És ismét a visszajelzés ez. Nagyon örülünk ennek, hogy ez így van, hiszen, és hol érinti meg őket? Maga a lázadás, mint elemi ösztön. Ez a kamaszok sajátja. Lázadni a szülő ellen, a tanár ellen, a rendszer ellen, ami létezik. És úgy néz ki, hogy ezen elemi ösztönön keresztül megszólítja őket, sikerül egy igazi történelmi leckét nekik adni, amit sehol nem kapnak meg. A másik visszajelzés, hogy elindul egy olyan generációk közötti párbeszéd, amire tényleg csak talán a színház képes, vagy a művészet, vagy mert hogy nagyapák, unokákkal, szülő, gyerekkel, lányjal, fiával elkezdenek arról beszélni, hogy tényleg hogy is volt a kommunizmus, hogy is volt a ti időtökben. És folytatódik a párbeszéd. Legyünk optimisták. Nekünk színházcsinálóknak nincs más esélyünk. Csak ez lehet, mert ha nem, mehetünk. Már erről van szó, optimizmusról van szó. Mit szól ahhoz, hogy lehet, hogy tudja ezt, nem, lehet, hogy nem. Nekem a vejem szokott küldeni ilyen közleményeket, újságcikkeket, interjúkat, stb. A kolozsvári román ifjúság, tehát egyetemisták, kutatótudósok, de az a réteg, amelyik kicsit több, mint az átlagember. Ez olyan dolgokat ír le nyilvánosan, leírják Axente Severnek az enyedi vérengzését, leírják azt a Betlen bástya történetét, a Király utcában levő épületeknek a történetét, és egyáltalán a múltat úgy kezelik, a mi szempontunkból is nem csak elfogadhatóan, hanem meglepő objektivitással. A 100 magyar építményeknek, a jelenlétnek, és egyre több van ilyen. Na most az az erő, amelyik ez ellen dolgozik, és amelyik abból él, hogy szítja az ellentéteket, mert hogyha nem élne ebből jól, akkor el kéne menni dolgozni, és akkor jaj, mi lenne velük. Ezt követi, ezt a tendenciát, és ha követi, akkor a brassói tapasztalatai után örül neki, hogy ez... Hát, hogy ne, és nyilván, hogy ez is ad erőt, meg erőt, hát vagy... Hogy igenis értelme van a színház terén is ennek a fajta a kulturális párbeszédnek, hogy így fogalmazzak. Mert hinni kell abban, hogy akármilyen kicsit, de hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy
egy kicsit ez a világ más legyen, hogy emberek egy picit másképp gondolkodjanak. És az erő, ami ez ellen dolgozik, lát ebben valamilyen perspektívát a színházon kívül? Amikor Marosvásárhelyi Ortodox templom falán magyar hajduruhába öltözött katona veri Jézus Krisztust. Hát most lejárt ugye az Vadim Tudor féle kurzus, de állandóan újraéled, és állandóan vannak olyan, nem csak politikusok, számos rétegek, akik abból élnek, hogy ezt az ellenségképet forszírozzák. Nyilván valaki ellen könnyebb tömegeket mozgósítani, mint valami mellett, hogy na építsünk valami szép dolgot. Valamit lát abban, hogy a színházon kívül itt valami esetleg megmozdul? Igen, és ismétlem, háromszor mondtam, hogy igen, ez egy biztatás is, mert közben, ahogy mondta Boldizsár, igen, egyébként rendkívül elkeserítő. Ugye a tizenvalahány éve indítottam útjára ezt a projektet, a kultúra közi párbeszéd a kortárs drámán keresztül, minden évben egy román kortárs szöveget és egy magyar kortárs szöveget viszünk színre, tehát elindítottuk ezt is, hogy értelme van. És legutóbb, mikor volt ez az uzoni temetőknek meg becstelenítése, vagy hogy is mondjam, és verekedés, és minden, közben azt fogalmazódott, hogy semmi értelme nem volt annak, amit csináltam. Ezek néhány őrült, fanatikus, néhány pontosan prókátor, aki ebből él, rumbán tudja nem tenni is akár, emberek, hogy? Nem kevés ember, több éves munkáját. Mert egyből bekerül a közmédiába, egyből az egyszerű román és az egyszerű magyar azt látja, hogy ezekkel nem lehet együtt élni, és akkor az ember felteszi, hogy értelme volt. És újra fel kell építeni magunkban azt a hitet, hogy igenis értelme van annak, hogy értelmes emberként megfogalmazni értelmes gondolatokat, hinni abban, hogy értelmes emberekkel van dolga, hinni abban, hogy az egyszerű emberhez is eljut az üzenet és a szándék, és hogy talán értelmesebb cselekedetre fogja sarkalni. Ha nem ismétlem, nincs értelme, de újra ezt nekünk ebben hinni kell. Legyünk most már egy kicsit szakmaiak, jó eleget futtattuk az eszmét, mindenféle. Hogy kell verset mondani? Elmondani. Igen, át kell élni, át kell közvetíteni, meg kell jeleníteni. Azt kell csinálni, hogy mondjuk hirtelen egy Tóth Árpád, ugye az öröm illan, nincs neki, még visszalillan szép szeme. Meg kell játszani. Arc kell, hang kell, szem kell, kéz kell. Láttam ön szavolni, és azért merem feltenni ezt a kérdést, hogy nem szavolt, hanem mondta. Viszont szavalást is lehet úgy meg, tehát az is egy olyan eszköz, amivel nagyon mélyre lehet hatolni, és nem gicsesen, hanem pontosan úgy, ahogy azt a költő elképzelte. Ezzel kapcsolatban is én úgy próbálok fogalmazni, vagy élni, vagy dolgozni, színészként is, rendezőként, meg versmondásban, ugye személyessé tenni. Elolvasni. Van egy írói szándék, van egy költői szándék benne. És mindenkinek mást mondhat, mert más a tapasztalata nagyon sok mindenről. Egy szóról, külön-külön, egyénenként más dolog jut eszünkbe. Hogyha ezt a költő szavaival, ezt a személyességet, derült borút sikerül belevinni, akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk is. Vagy talán csak ez az egyetlen jó út. Igen. Mert ez tud eljutni, a személyesség tud eljutni, a személyes olvasat tud eljutni
nézőhöz, hallgatóhoz. A személye az a színész, igaz? Igen. De a rajtam átszűrni a költő személyiségét, a saját személyiségét. De ott van a mesterségbeli kérdés. Egy gondolat bánt engemet. Mi a lényeg? Az, hogy egy gondolat bánt? Az, hogy bántja? Az, hogy engem bánt? Vagy hogy egy gondolat bánt? És nem egy... Ez hangsúlyozás kérdése. Ez is interpretáció. Én úgy látom, hogy egy gondolat bánt engem. Igen. Köszönöm szépen, az idő sajnos lejárt. Remélem még találkozunk ezen a szintére. Én bízom abban, hogy igen. És nagyon köszönöm önnek. Én is.